Nagyon nyíltá tetted most azért ezt a versenyt a kapusposztért ezzel a mai teljesítménnyel. Mi így látjuk. Te hogy látod? Én úgy látom, hogy másfél év után újra válogatott meccset védtem, aminek nagyon-nagyon örülök. Nyilván ez egy hosszú út volt, nagyon nagy élmény volt ma újra itt van hazai közönség előtt egy ilyen meccsen védeni, és örülök, hogy megnyertük a meccset. Fontos volt az, hogy jól kezdjük az évet. Minden más az most nekem kicsit irreleváns. Az volt a fontos, hogy ma rendben legyen a teljesítmény, mind nekem, mind a csapatnak, és örülök, mondom, hogy sikerült nyerünk. A tiéd rendben volt. Érzelmileg nagyon más volt, mint az előző félszáz? Más volt, mert nyilván amikor az ember egy kicsit távol kerül az egészről, akkor realizálódik benne, hogy igazából mi ment keresztül, vagy hogy mit jelent itt játszani, hogyha kívülről nézed, az teljesen más, és akkor, hogyha ez újra sikerül, újra a pályán vagy, akkor azért máshogy éled meg az egészet, és ahogy már mondtam is, ugye ebbe az egész körforgásban benne voltam, rengeteg meccs, válogatott meccs, ugye az ember csak jön, csinálja, és most ez egy másmilyen meccs volt, már hosszú idő után védtem újra, és biztos, hogy tehát azért nyilván egy érzelemdúsabb meccs volt, mint előtte. Ennyi igazából, mondom, örülök, hogy sikerült megnyernünk a meccset. Amikor szemből jön rád a török csatár, ott mi járt a fejedben, és amikor sikerült védeni, akkor mit éreztél? Hát sok mindenek nem jár az ember agyában, ugye jött az indítás, először nem tudtam, hogy le tudja venni. Ugye ilyen fél pozícióban voltam, hogy esetleg, hogyha elcsúszik a labda, akkor kiérjek. Még pont azt hiszem, szerintem, hogy lábujjhegyen le tudta venni a labdát. És utána már közel voltam hozzá, kifordított azt, éreztem, hogy oda fogja rúgni, és hál' Isten lábon rúgott. Vagy... Milyen érzés volt ez a védés neked? Először azt hittem, hogy les volt. Vártam, hogy visszafújják, de aztán utána láttam, hogy nem bántam. Nem, igazából ilyenkor gyorsan történnek a dolgok, nekem utána már azon járt az agyam, hogy a szögletnél a srácokat elrendezzem, mert nyilván fontos volt, hogy ott koncentráltak maradjunk. Ennyi, hát igazából volt még pár olyan kötelező dolgom, amit azért védeni kellett, meg mondom, szerintem jól zártunk, ez egy tiszta zicserük volt igazából. Hogy fogadott a közönség, és milyen volt? Szerintem nagyon pozitívan, nyilván tudom jól a szituációt, ahogy mondtam, másfél évig nem védtem, a Dini szenzációsan védett ebben a másfél évben, és az, hogy ma én kaptam lehetőséget, az igazából a kapitány úr mondta, hogy a két meccs neki ugyanolyan értékű. Az, hogy ma kivédett, meg kivéd kedden, igazából nagyobb jelentősége úgymond nincsen, mind a kettő 90 perc, fontos meccsek számunkra, és örülök, hogy kim volt ma a családom, hogy előttük is játszhattam, most épp fönn voltam náluk ugye itt a VIP-ben, és hogy ezt együtt így átélhettük. Peti, milyen volt a védelem előtted a balokból, hogy tetszett, illetve a Dárdai Marci, milyen volt együtt dolgozva? Szerintem jól zártunk, hát ugye a héten azért volt időnk, hál' Isten, valamennyit taktikailag is gyakorolni, és ott már látszott az, főleg miután kiderült, hogy Vili nem tud játszani, hogy Botti fog beugrani, ezáltal Langi becsúszik egyet. A Marci szerintem nagyon jól szállt be, még talán egy számára idegen pozícióba, mert inkább balbelsőt szokott játszani, de nagyon határozottan meg jól hozta le szerintem a meccset, látszott, hogy egy nagyon nagy segítség lehet nekünk, és azzal a védelemben még egy opciónk van.